Dúcsány községben vagyunk, beszélgető partnerem Radnai Zsolt, polgármester. Tudomásom szerint már az előző ciklusban, illetve azelőtt is, mint képviselő igazgattad Dúcsány sorsát, most meg mint polgármester. Visszatekintve, milyen munka áll mögötted? Először is köszönteném a kedves tévénézőket. Ez így van, hogy első ciklusban vagyok polgármester, de előzzem már két ciklus, mint képviselőként tevékenykedtem. Hát én úgy érzem, aktívan részt vettem a falu életében, a rendezvények szervezésében, a kulturális rendezvények szervezésében, idősek estéjét szerveztem, kirándulások, illetve a pályázatok állandó böngészésével, mivel is tudnánk előrevinni a településünket. Miket tűzték ki maga elő, mit szeretném megvalósítani? Ugye mindenkinek tetszik az, amikor megkeresek, indulj a polgármesternek, sok mindent te csinálsz, próbálkozzál meg így is. És igen, nekem is feltettem azt magamban is a kérdést, hogy egyszer meg kell mérkőznöm, hogy mit érek. És ezért is adtam rá a fejemet a polgármesterségre, hogy megpróbálom, mint látszik, sikeres volt a választás. Hogy céloknak itt tűztem ki, hát végig is még szebbíteni a településemet, és picit a turisztika felé, a falusi turizmus felé fordulni. Nem sok lehetőségünk van a térségben, ezért szeretnénk itt a most megújuló magtári épületünket tovább szépíteni, újítani. Az már egy jó dolog, hogy valakit még ugye nem polgármester, de már felkérnek, hogy az legyen. Hogyan fogadtad ezt, hiszen ez egy megtiszteltetés is egyben? Először mindenféleképpen elzárkoztam tőle, hogy én nem akarok polgármester lenni, de végül is, hogy közelgett a választás a folyamatos megkeresése, meg végül is egy-két dologot szerettem volna másképp csinálni, mint az elődöm, akit tisztelek és becsülök mai napig, mert nagyon szépen vitte őr az elmúlt években a települést. Ezt a példát én szeretném követni, és szépíteni tovább a településünket. Végül is tudtatok együtt dolgozni, addig is mi képviselő voltál. Tudtunk, hál' Istennek mostan is a választások óta és a kapcsolat közöttünk, mondhatom azt, hogy barát maradt. Említetted a terveid között a Volán üdülővel a koprodukciót. Ez tudjuk, hogy nem a település tulajdona. Nem próbáltátok meg esetleg ezt valahogy visszaszerezni, hiszen az idegenforgalom egyik alapja lenne ez. Szerepel tervünk be, de most, ha egy kastély irányítás a nyakamba szakadna, nem biztos örülnék még annak is. Ugyanakkor írták össze azt, hogy állami tulajdonban lévő dolgokat, mit szeretnének a települések visszaigényelni, akkor ezt a célt is kitűztük magunknak. De némi kevés esélyt látok arra, hogy mi ezt a település ezt valaha is visszakapja. Jellemző a településre az előregedés, hiszen a térségünkben ez főként egy probléma. A fiatalokat hogyan tudjátok itt tartani? Hát nagyon nehezen. Nagyon nehezen. Sajnos az az elmúlt évek tendenciája, hogy akit esetleg tovább tanul és diplomát szerez, azokat az embereket abszolút nem, nagyon kevés rétegét tudjuk itt tartani. Ez itt régó szinten, meg gyakorlatilag országszinten sajnos itt is érezhető az elvándorlás. Ezért is szeretnénk egy kicsikét élhetőbbé tenni a települést, hogy a környező városokból ide csábítani az embereket. És hogyan működik a közmunkaprogram, illetve milyen a kapcsolatod a munkaügyi központtal? Nagyon jó a közmunkaprogramunk. Hál' Istennek elmutatom azt, hogy itt nagyon kevés a közmunkásunk. Ugyanis a lakosunk megközelítőleg 300 fő, most jelenleg 14 fő közmunkásunk van, ami azt jelenti, hogy kevesebb 10%. Hál' Istennek nagyon sok ember az, ami parkolik, hogy ne a közmunkából akarjon megélni, hanem jól kereső, jobban kereső, aktív munkahelyet keressen magának. Mennyire tudsz pályázni, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon sok pályázathoz önrész kell. Mennyire nehéz ezt előteremtened? Hát végül is most ez a magtár beruházás eléggé megviselt minket anyagilag, de azért próbálkozunk a lehetőleges legtöbb pályázatot megfogni. Erre óvatosan szeretnék válaszolni, mert ugye nem látjuk még előre pontosan a pályázatokat, hogy mik is lesznek írva, és milyen anyagi vonzatai lesznek a pályázati lehetőségeknek. Még nagyon az év elején vagyunk, és említetted a terveid között, hogy még szebbé akarod tenni a települést. Vannak-e konkrét célod, például az úthálózat milyen? Hál' Istennek az úthálózatunk az majdnem teljes egészében fel van újítva az a településünkön, viszont vannak még járdák hiányosságaink. Meglévő járdák felújítását terveznék az elkövető időszakba, illetve új járdák építését. Minden település életében, főleg a kisebb településeknél a falunap az már rendszeres. Követed ezeket a hagyományokat, szeretnél több mindig megtartani a falunapot?
Ezen kicsit változtatni szeretnék az elmúlt évekhez képest, mert mi mindig a nevezetes ünnepeinket megünnepeltük a május 1-ét és augusztus 20-át. Viszonylag azt mondom, hogy kevés falusit érdekeltek ezek a rendezvények, és elég sok pénzbe kerültek ezeknek a megrendezése. Ezért másképp szeretnénk. Idén szeretnénk egy egész napos falunapot csinálni, a főzéssel, főzőversenyekkel, régi elfelejtett gömöri ízeket szeretnénk egy picikét előhozni, és egy gasztro napot szeretnénk terveznénk. És még mindig a kultúránál maradva, a kultúra része, amikor az óévet búcsúztatjuk, Dújcsánynak már a térségben elég híres a szilveszteri rendezvénye. Hát ez hosszú éves munka, mert már most 8. alkalommal volt egy tuzomba egy szilveszter rendezve. Mindig is volt szilveszter, de ebben a felállásban, hogy most a csapattal, akivel csinálom, ezt 8 éve csináljuk ezeket a szilvesztereket. Hát ez csak úgy, hogy tényleg, hogy ismerősök által hívjuk ide az embereket, kellett, az első időszakban kellett idehívni az embereket. Most már hál' Istennek elértük azt, hogy mondhatom azt, hogy 250%-os túljelentkezésünk van egy szilveszteri bulira. Gyakorlatilag már november elején nem tudok helyet adni biztosítani az embereknek, időbe kell gondolkozni. És hogyan érzed, hogy mennyire tudsz dolgozni, hiszen nagy probléma a kis településeknél elsősorban, hogy a testület ugye nem úgy áll föl, ha esetleg akadályozzák a polgármesteri munkát. Neked milyen testületed van? Nagyon szerencsés helyzetből, teljes szívességgel támogat a testület, nagyon jó velük dolgozni, nem akadályozzák a munkámat. Egy-egy adott probléma a megoldása az azonnal össze tudtok szinte ülni. Nagyon rugalmasak, nyitottak a új dolgokra is. Ha problémák felmérnek, közösen megbeszéljük, beszélgetés szinten, nem beszélgetés szinten. Teljesen jól lehet dolgozni. Még mit tervezel a nyárra, hiszen most még január van, tehát nagyon az év elején vagyunk. Tervezel-e olyan programot, amit szeretnél megismertetni a televízió nézőkkel? Hát végülis a következő eseményünk most február legutolsó hétvégén egy falsangi bálát szerveznénk. Így gyakorlatilag szeretnénk azokat, tavaly évben indítottuk ezt el, aki jelmezbe beöltözik, nem kötelező jelmezbe öltözni, de viszont aki jelmezbe öltözik, azokat díjazni fogjuk. Lesz 3 helyezett, első, másik, harmadik helyezett, illetve egy külön díj, akinek a legötletesebb jelmeze lesz. Hál' Istennek a tavaly év ez nagyon sikerült, elkezdtük szervezni a idei farsangi bált is, szép számmal vannak már most jelentkezők erre is. Hát még a nyár előtt rendeznénk, minden évben megcsináljuk az időseknek egy nyugdíjas estet, egy idősek szépkorúak estéjét. Ezt április végén, május elején szeretnénk most megrendezni az idejében. És a következő eseményünk, amit összefogó lenne, az a falu nap, ennek az időpontja még nincs kitűzve. Még ezt nem tűztük ki, hogy milyen időszakban szeretnénk, de viszont ami már biztos időszakban, ami meg fog történni, minden július első szombatján ezúton lesz megrendezve a 10. alkalommal a pince gazdák napja. Itt akkor a borospince tulajdonosok, illetve a falu lakossága összefog, és akkor egy egész napos rendezvény történik itt a pince sorban. Esetleg borverseny vagy valami? Így van, borverseny és szintén is főzőverseny. Magad is, ha jól tudom, bort is termelsz, pálinkát is főzöl, ezt hobbiként csinálod? Így van, ez az elmúlt évek során fő hobbimmá vált a pálinka főzés és a borászkodás. Hát kevésbé fogyasztom, mint inkább csinálom, mert nagyon szeretek vele bajlódni. Egy elfoglalt ember vagy, hiszen polgármester is vagy, főállásban dolgozol, illetve a hobbidnak is hódolsz. A család hogyan tolerálja ezt, hiszen velük is csak kell, hogy legyél. Az egyik fő támogatom, hogy elindul a polgármesternek, az a feleségem volt, aki mindig bátorított, hogy na, próbáljam meg és mérkőzzek meg. Hát elég keveset vagyok velük, ez így van. De azért tudjuk, kis településen, 300 fős településen főállású polgármesternek abból a fizetésből megélni nem lehet. Mehettem, muszáj dolgoznom. Hát nem könnyű. Csak ennyit tudok válaszolni. Nagyon nehéz összehozni a családi programot is, és a faluval is haladjak. Terveztek esetleg, van-e időtök elmenni nyaralni, vagy kikapcsolódni esetleg téli időszakban, síelni, vagy szánkózni, vagy valahová? Ezekre mindenféleképpen szakítok időt. Ezek a időpontok jól előre ki vannak tűzve, és a nyári szabadságolásomat azt úgy alakítom, hogy a családommal legalább 10 napot eltöltsek egyfolytában. Ha sikerül, wellness hétvégét is szoktunk bejutatni, most ez minden évben nem jön össze.